Sziasztok! Itt vagyunk a raktárba, műhelybe. Hát kint olyan 35 fok lehet, úgyhogy kicsit most félre raktuk a kültéri munkát. És azon gondolkoztam, hogy itt a strand szezon, meg a medence szezon, és mi van akkor, ha esetleg a medencék meghibásodik, vagy valami olyan kéne felragasztani, és nem szeretnénk a vizet leengedni. Vagy így általában, ha tegyük fel, esik az eső, és nedves a felület, de sürgősen rá kell ragasztani valamit. És eszembe jutott, hogy az egyik ragasztó, amit szoktunk használni pultburkolásnál, pont rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, hogy vizes, meg nedves felületekre lehet vele ragasztani. Ez az úgynevezett MAPEFLEX MS krisztál. Ez egy egykomponensű, víztiszta MS polimer ragasztó tömítő. Ez így néz ki. Tulajdonképpen ezt minden fajta anyagra lehet használni, tehát fém, fa, PVC, beton, gráslap, minden. Ez eddig nem is lenne úgymond annyira extra, csak a különbség az, hogy tényleg lehet vele úgymond víz alatt ragasztani. Ugye ez MS krisztál, de azt szoktunk ilyent is használni, hogy Ultraband MS Rapid. Ő is tudja ugyanezt, csak ő gyors kötő. Tehát Ultraband MS Rapid ilyen 3 óra alatt teljesen megkeményedik. Az MS krisztál az 24 óra után. Tehát ő gyors kötő, ő annyira nem. Viszont a kettő közötti nagy különbség az, hogy ez ilyen víztiszta. Tehát ilyen teljesen átlátszó, nem tudom, hogy mennyire látni a kamerán, hogy át lehet látni a tubuson keresztül, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon áttetsző. Ez azért fontos, hogyha olyan helyeken, olyan bonyolult helyeken ragasztanánk vele, az se baj, ha valahol kifolyik mellette, mert attól nem lesz súnya, mert nem fog látszani. Tehát ilyen, tényleg ilyen extrém körülmények között nagyon nagy segítség lehet. De, hogy ezt mind, hogy értsük is, hogy miről van szó, most készültem egy-két olyan anyaggal, tehát hőszigetelő, építőlemez, különböző gráslapok, gráslapkockák, és egy vödör tiszta víz. Azt fogjuk csinálni, hogy tegyük fel ezt a gráslapot, az egy fényes, 1 centis gráslap, hogy mégis legyen valami, amire ráragasszuk. Ezt ide berakjuk a vödör aljára. És nincs medence, hogy ott meg tudjam mutatni, hogy is néznek ki ez, de azt hiszem, hogy a lényeg így is át fog jönni. Tehát bedobtuk ugye a gráslapot, akár ezt is meg tudjuk áztatni, ha úgy van. És akkor rárnyomjuk így az anyagot. Ha közelebb jöttök, látjátok, hogy ténylegesen ilyen, hát olyan, mintha valami zselét, átlátszó zselét kennénk rá. Jó. Ez megvan. Fogom ezt a darabot, és megpróbálom ráragasztani arra a gráslapra, amit már ugye behelyeztem a vödörbe. Megpróbálom így rányomni. Jó. Most meg kiemeljük, hogy meglássuk, hogy egybe jön a két darab. És úgy látszik, hogy
hogy fogjam, hogy lehessen látni, hogy vagy csak a fehér lapot fogom. De mondjuk, ha szét próbálom húzni, szét tud jönni, ugye meg nincs teljesen kikeményedve. De a víz az ugye az nem gátolta meg a tapadást. Most erre, most mit tegyünk? Tegyük fel ezt a hősziget. Már mondjuk ezt nehéz lesz lenyomni. Ezt is így megpróbálom belepréselni. Így. Ragasztó az már fogja, gyakorlatilag már egyébként felúszott volna tetejére a hőszig a kis súlya miatt. Látszik, hogy bírja ezt a fajta súlyt is. Visszaeresztem, rápréselem. Csak most így feljön mindenestől. Nem, megáll, jó. Erre tegyük vele egy kisebb építő lemez darabot. Meg pluszba. Egy. Felúszik úgymond az egész. Így már ennek van, ez egy súlya. De úgy látszik, hogy bírja. Hopp! Igen. Túl nagy az a felület. Jó. Ha többet nem is rakhatnánk rá, mert nem fér bele. Ezt így kiemelem, és valahogy megfordítom, hogy megállna, és megpróbálom ráragasztani a vödör aljára. Ugye, ahogy említettem, a 24 óra a teljes kötési ideje 4,5 mm vastagságba, de ilyen 30 perc után már nem igazán lehet mozgatni. Tehát konkrétan annyit kéne várni, tehát nem úgy, ahogy én most csinálom, 1-2 perc után már is mozdítom. Na, így. Nem. Látszik, hogy nem tud megtapadni, mert a súly az megemeli. Jó. De gondolom a lényeget azt értitek. Tehát, hogy így lehet vele ragasztani. Meg most hozok egy másik vödröt. Így. Na nézzük. Inkább megvágom szikével. Most így próbálom beragasztani. Nyilván ezek ilyen SOS megoldások, meg olyan szinten kivágtam, hogy nem biztos, hogy most meg tudjuk állítani, de kisebb
kisebb repedéseket simán meg lehetne vele oldani. Mondjuk. Van egy mini lyuk a flakonon. Már is. Nyomom még akkor is, egy kicsit tud szivárogni, de... Igen. Ilyen SOS ragasztásokat tudunk vele készíteni. A flakonos történet az annyira nem fontos, ugye? De ez, hogy... Ez, hogy víz alatt tudunk ragasztani, ez inkább, mert ez nagyon sokszor előfordulhat. Ha nem is az, hogy víz alatt kell ragasztani, az, hogy, tehát, hogy nedvesek azok a dolgok, amit ragasztani kell. Tegyük fel, itt van ez a két vízes gráslap, ez lenne a két olyan dolog, amit ragasztani kéne. És akkor itt van. Hogy fogjam, hogy így megpróbálom széttépni, akkor is látszik, hogy megtapadt, tehát mind a két rétegen ott van az anyag, attól függetlenül, hogy hát tiszta víz az egész, úgymond. Úgyhogy, hát ha van ilyen jellegű problémátok, MS kristál az jó megoldás lehet. De, ahogy említettem, a Rapid is ugyanúgy csinálja a dolgát. Csak annyi, hogy ő, tehát az MS Rapid az 3 órán belül az megköt. Na nézek gyorsan egy gresla hulladékot. Tehát ez is ugyanúgy. Beáztassuk. Ez fehér színű, de létezik szürkébe is. Hát ezt... Tehát, hogy látni, hogy attól függetlenül, hogy vízes a felület, teljesen megfogja. Tehát, ha nem sürgős, és számít, hogy átlátszó legyen, akkor mindenképp a kristál. Ha sürgős, és nem számít, hogy milyen színű, akkor a MS Ultrabond MS Rapid. Jó. Ezeket így visszadobáljuk. Mai videóban nagyjából annyit. Köszönöm szépen a figyelmet. Lehetőség szerint menjetek esetleg fürödni, ha közelben van a Balaton, vagy valami hasonló. És a következő találkozás, sziasztok! Igen, megkezd? Ha megnyomom, akkor kezd azért meg egy kicsit. Hú.
Jó meleg van. Ez a